Lenyomtam, ugye a próbát megugrották rendesen, most a startnál sétálgatnak, de itt készen létbe kell lenni, mert itt nem úgy van, mi nálunk, hogy vigyázz, start, hanem itt mond valamit, szerintem másról beszél, vagy nem tudom, aztán már ilyennek is indulnak, remélem, hogy indulnak majd, illetve Pepikénk is. Tehát Falkó gyönyörűen abszolválta, nyakhosszas, erős küzdelem második, fantasztikus helyezés, akadályversenybe, és Pepikénk gátverseny. Még szólja, látszik a mozdulódás, hogy tartva, mert én már nem hallok, nem látok. Ez mi 500 méter legalább a célig, nem? Igen. Akkor mennyi a pálya? 1500. 1600, több nincs. Annyira jön, nincs. Pozsony. Miért? Start lesz, vagy nem? Tudom, mert most... Ja. Már forognak. Kinejtsem a kezemben a telefont, az meg, ja. Gátversenyben indul Pepi, de ezek akadályok se okoznának neki problémát, tehát fantasztikusan ugrik, ha ugrik. Csak hát tudjuk a bogarat a fülébe. Ha megint Ribárski, mit akarnak? Megbüntettek, vagy mi már itt is? A harmadszor mondja, hogy Ribárski. 100 euró. 100 euró. Prémium vagy mínusz? Az nem mindegy. Most már jó kiköltekeztünk, úgy értve, hogy annyi pénzünk nincs, hogy gyalog kimenjünk a busz megállói lassan. Nem baj, egy élet van. Start van? Eljött? Ott van kívül. Jó, látom, kívül van, jó. Startunk jó lett, ezért is izgultunk. Itt van kívül látni. Jó, ugrik szépen. Kicsit ki van maradva. De nincs ez kimaradva. Nincs, jó van. Jó van, itt van egyben a csapat, és jönnek meg el a gátra, itt van Pepi barátom. Egyenlőre jól jön. Jó kedvű. Hát többet fogunk menni, ahogy nézem, mert ezek levágják a kanyart, még majd nem tudjuk. Hát ugrani fantasztikusan ugrik egyenlőre. Jó, de még megyünk kívül, meg nézd meg annyira. Mi megyünk a legkívül. Falkónál is, azért minden ilyen kanyar böthathoz vesztettünk. De már minden nem tudok én sem fölülni. Az anyámat megbaszom. Nem kaptad meg a mai napra az engedélyedet? Hallod? Kaptam. Lehet, hogy negyedik helyen vagyunk? Jól látom kívülről? Nem, szerintem kívülről elől vagyunk. Milyen elől? Ja, bazd meg, elől lekerültünk? Elől vagyunk, Ribi. Ott a szürkével? A szürkével, igen. Na, hál' Istennek, annak se örülök, bazd meg. Megint elől megyünk, hát az anyámat megbaszom. Erre is föl kell ülnöm hónap. Ha ugrik jó, de sokat megy, baszki. Nézd meg. Hát ez az, a túlsoldalon kellett volna, tud akkor érreállni. Ott a túlsoldal közepén. A következő körben. Igen, következő körbe, igen. Állj, bazd meg. Mit tettek ezek, izét? Foghagyma, simán. Nem a lovak, az oké, hogy nem bír fogni. Ez is élen van, nézd meg. Az kipurcanunk a egyenesbe. Nem lesz jó, mert izébe is, Pardubicébe is mentünk előle. Nem jó elől menni. Más Budapesten, meg ott a túlsó oldalon énre állunk. Ej, nem örülök. Megmondom őszintén, nem örülök. Igen, mert a Falkónál még megmagyaráztam a Pavelnak. De mit mondok? De miért mentünk elől? Hülye a tréner? De nem baj, nem jó elől. Na, igen, előbb Matuszki Falkó, most meg Matuszki Pepi. Jól ugrunk, de hát mondom. Igen, de kívül megyünk. Négy, öt hosszok egy ilyen kanyar, ezt halálkomolyan mondom, és nem beszél, hogy elől is megyünk. Mindenki bemegy, látod, és kicsodródunk mi a legizére. Hát elől vagyunk egy hosszal, kettővel, de nem az a bajom nekem, hanem megint vezetünk. És hosszú ám ez az egyenes. Hosszú. Hát, sokat nem láttuk a kamerába, de közvetítek, de viszont ugrani ugrik nagyon. Jól ugrani, még van három ugrás. Hát, nem az is. Nagyon elől vagyunk. Meg, ugyanaz a szisztéma, mint a Falkónál, nézd meg. Hát, gyöszöteli, az is gyöszötőt, azt láttad. Megvertek minket a faszomba. Nem, az ott igen, baszhatod, ugyanígy kiabáltunk, azt izé. Az Isten bassza meg, hogy fölülök rá hónap. Jó, nyugodj meg. Na és akkor most? Hát igen, azt lejtik a telefon mindjárt.
Ja, és nézd meg, kívül fordul rá. Hát de miért fordul kívül az Isten, bassza már meg? És jön megint kívül az a faszom. Gyere, Pepike! Gyere, Pepi! 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 Bazd meg, megnyertük. Ezt most úgy tudom, hogy megnyertük. Az anyám keserves, úristeni. Meg fel akartam már jönni rá hónap. Pavelko, gratululjam. Ó, már megint Rybárszki büntetés. Há, a kurva anyját neki. Nősülés, vimádvon. Nősülés előtt kell ám ez a kis izélekem. Örülsz, darling, úgy remeg a kezem, bazd meg, hogy mindjárt fölrobbanok. Hú!